és akkor most akkor ez olyan, mintha azt kapnám. Úgyhogy köszönöm. Megosztom egy olyan a kosárban, ilyen kettő használom. Igen, de akkor én ezt akkor beteszem az autóba. Utána, hogy az berakjuk az utánfutóba, és akkor a Nándi hazahoz. Jó. A szerszámos ládát lehoztuk. Mert itt az ülés magasságon akkor tudunk állni. Óvatosan leszem. Jó magasság, gyere! Igen, nagyon jó, köszönöm! Jóban éreztem. Tudsz-e arról, hogy valami előzményed volt? És tankolás. Szia. Te is mész be oda. Valami szimbolikus dologba próbálnak most belekapaszkodni, mert van mibe. Panizsán is van mibe, és Magyarországon is, és Budapesten is. Mert az 56-osok még itt vannak, tanulhatunk tőlük, beszéltessük, meséltessük őket. Nagy szeretettel köszöntöm Nagy Ottó urat, aki igazi nemzetőr volt. Ki alatt sokat nem emlegettünk belőle, de hál' Istennek nem felejtettük, és nem felejtjük el soha, és amíg lesz magyar, én azt gondolom, hogy a világtörténelemben talán ez az a magyar esemény, amiben szimbolikusan legjobban lehet kapaszkodni. Mi ebben hiszünk, akik itt vagyunk, és ezért járulunk hozzá most úgy az ünnephez, ahogy, és ezer szállal tudnánk most tovább bontani, és nagyon jó.
Szia! Szia! Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, ideje a kiszaggatásnak. Ideje van a megölésnek, és ideje a meggyógyításnak. Ideje a rontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a kövek elhányásának. Ideje van a keresésnek. Ideje a megőrzésnek. Ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak, ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek. Ideje volt annak is, amikor Toljai Walter festőművész a Szombathelyi Művészeti Gimnáziumnak a tanára Szombathelyen a Szent Márton temetőben járt, és ott beleütközött egy teljesen elhanyagolt sírba. A ledöntött kereszt, amelyet a gazból kiszabadított, azt a feliratot tartalmazta, hogy Balázs László 56-os mártír. Ideje volt a kutatásnak, hogy Toljai Walter elkezdte keresni, ki lehet ez a Balázs László 56-os mártír, aki a kereszt szerint, az alig olvasható felirat szerint mindössze 15 éves volt. Így bukkant rá, hogy Balázs László Nagykanizsán járt középiskolába. Ekkor értesítette kanizsai ismerőseit, és kezdtünk Balázs László rövid életútjának kutatásában. Ebben a kutatásában nagyon nagy szerepet játszott a nagykanizsai mentőszolgálat, amely megőrizte a mentők kivonulásának könyvét,
és ebben pontosan olvasható volt, hogy Balázs László mikor lőtték meg, mikor szállították kórházba, és a kanizsai kórházból mikor szállították tovább a szombathelyi kórházba, mert hogy szombathelyi lakos volt, ahol a lövésben szerzett golyó által okozott vérmérgezésben halt meg január 24-én 1957-ben. Ideje volt tehát annak is, hogy Balázs Lászlónak, ennek a vétlen áldozatnak az emlékét felkeressük, megkutassuk, amelyben részt vett a Nagykanizsai Túri György Múzeum, de magánszemélyek is csodálatos módon hívtak bennünket, és mondták el, hogy mit tudnak Balázs Lászlóról. Így tudtuk meg tőlük, hogy Balázs László azon a szerencsétlen 1956. október 26-ai estén itt lent ennek az utcának a végében egy családnál vacsorázott, majd a hosszú beszélgetések után éjjel fél tizenkettő előtt onnan távozott el, hogy visszamegy középiskolai szállására. Ebben az utcában lakott akkor Üveges Lajos katonai városparancsnok. Ezért ezt az utcát a kijárási tilalom okán a katonai járőrök gyakrabban ellenőrizték, és ők látták, hogy a kijárási tilalmon valaki halad ebben az utcában. És állítólag rászorultak, hogy állj vagy lövöd. Hogy megvárták-e a választ, vagy futott Balázs László, ez nem derült. A lövésre a városparancsnok kinézett az ablakon, a katonák jelentést adtak neki, hogy mi történt. Azt mondta, jogos volt az intézkedés, de máskor jobban vigyázzanak. Megjegyzem még, mint kiderül, hogy ezt a katonai városparancsnokot 1956 után teljes vagyoneltudzás mellett bebörtönözték, mert nem volt hajlandó végrehajtani azt a felső parancsot, hogy a kanizsán felvonuló tüntetőkbe sortűzzel belelőjön. Tehát Balázs László így esett el itt, és mint később egy idős patológus orvostól is megtudhattuk, Krucsai doktor úrtól, aki itt a kanizsai kórházban volt akkor rezidens, és a mentőkkel együtt vonult ki Balázs Lászlóért, hogy mi történt a fiúval. Márai Sándor, mennyből az angyal? Mennyből az angyal? Menj sietve az üszkös fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió fákon. Nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Melegházakban terül asztal, a pap ékes szóval végasztal. Sejempapír zizeg ajándék, bölcs szó fontolgat okos szándék, csillagszóró villog a fákon. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el,
mert ez világcsodája. Egy szegény nép karácsonyfája csendes éjben égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népen nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják sok ez soknak, imádkoznak vagy iszonyodnak, mert máslóg a fán nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország. És sok ember elmegy előtte, a katona, aki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta, vele mártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette és vérét itta. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki sem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Nézd, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa, ördög hozta vagy angyal hozta, kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek. Csak orrontják, nyílnak, gyanítják ennek az éjszakának titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. S a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról, az államférfi parentája megáldja a szentséges pápa, és minden rendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Kitetti csontból, húsból törvényt, és kérdik, egyre többen kérdik hebegbe, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új illet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban a jászol mellett, az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák, lehelletükkel állnak strázsát. Mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, mennyből az angyal.
Hétköznapok egyszerű, csendes, profán józanságában az én, aki csak önmagát akarja, egyedül akar lenni, s minden tudást, örömet magának akar megtartani. Megvan és él. Az ünnepen azonban az énnek meg kell halnia. Az ünnepen a hétköznapok értelme lepleződik le. Az ember a többi emberrel egy magasabb létben találkozik, és kilép a hétköznapi, az egyéni létezésből. Ez az ünnep a közösség. Ahogy az előbb elhangzott idézetben Hamvas Béla író, filozófus közli, nincs is más ünnep, csak a közösségé, valamennyiünké. Az emlékezés, az ünnep egyfajta közösségi létezés, amikor az egyéni érdekek fölé a másik embert, a többi polgártársunkat helyezzük, amikor egyéni céljaink a közösség javában oldódnak fel, és osztódnak, szóródnak szét. Nemzetünk nagy pillanatai azért váltak ünneppé, azért váltak életté, emlékezéssé, mert lényegük mélyén nem az én, hanem a közösség állt. A polgárok tekintetüket nem az egyéni érdek, hanem az igazság felé fordították. Most, 1956 nemzeti emlékezetében is az élet egy kiemelt pillanatában élünk. Igen, mert nemzeti önérzetünk szempontjából is fontos, hogy tisztán lássunk, számot vessünk a múltunkkal, és azt továbbadjuk utódainknak. Ahogy a 20. század nagy költője, Babits Mihály írja, a múlt nem halt meg, nem hat ránk, él testünkben, lelkünkben, egész valónk, az egész múlt eredője. Minden jelen pillanat magában foglalja az egész múltat, és valamit ad hozzá. De az emlékezés egyben kötelesség is. Mindannyiunk feladata és kötelessége. Homlokok fölött sajgó hiányát a történelemnek. Dacolva keleti széllel úgy lobogtak, ahogyan eretnek mágiák fellobognak, ahogyan villámosi viharok elerednek. Először csak a lyukasz zászlók meneteltek. Alattuk egy nemzet vitte sorsát. Kitárva mellét a vad sortüzeknek. Akik álmodtak akkor, megálmodták. Mit lelkébe rejtett a csöpnyi ország, helyét a megtiport régi címereknek. Először csak a lyukasz zászlók meneteltek, s mi csak figyeltük, remélve riadtan, ahogy szikra izzik, lángba pattan. Akkor a mi szívünket is ott taposták, ahol lánctalpak alatt Magyarország mártírrá lett a viadalban. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Ide hívott az élet, itt ér utol a végzet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden arcot, minden szépet, jaj!
megátkoz, megéget és fejbe vág. Néha szeret és néha bánt. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Bölcsöm is volt, sírom is lesz az élet, csak egy szép ígéret. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden hangot, minden szépet, jaj! Megátkoz, megéget, és fejbe vág. Néha szeret, és néha bánt. Lehetne szebb, lehetne jobb, de álmodni csak itt tudok. Ezt a földet választottam.